Sziasztok! Ez itt a Bazsi túrák. Folytatódik a medves fensíkon tett kirándulásunk. Mai epizódban miről is lesz szó? Hát kezdjük kicsit korábbról, tehát így menjünk vissza az időben. Ugye a medves fensík az antropogén hatások által, tehát az ember által eléggé átformált vidék. Hát ez alatt azt kell érteni, hogy rendesen szétturkáltuk az elmúlt 150 évben, ugyanis hát kétfajta anyagot is bányáztak itt a medves fensíkon. Egyrészt ugyebár szenet, ami talán az előző epizódban kiderült, illetve bazaltot is. Hát ugye a szénbányák a bazalt réteg alatti szén réteget fejtették, tehát a felszín alatt furkálták keresztül kasul a fensíkot. A bazalt bányák meg jellemzően külszíni fejtéssel működtek, hiszen az van itt a felszínen, az alkotja a felszínt. És ugye mindkettő elég nagy lábnyomot hagy maga után, főleg a bazalt bányák, viszont az ember nem gondolná, de a felszín alatti szénbányák is eléggé átformálták a fensík jellegét, tehát egyrészt a vízrajzát, ugyanis a korábban a természetes repedéseken és hasadékokon szivárgó vízútját teljesen eltérítették. Hát így lehetett, hogy az előző epizódban ugye kerestük az agyva forrását, hát így lehetett, hogy eltűnt az agyva forrása, és helyette lett egy ilyen mesterséges bányából előtörő öregségi víz az agyva forrása. Hol tartottam? Mondjuk ez bevezetőnek elég hosszú, de mindegy, most már végigmondom. Tehát a szénbányák is jelentősen átformálták a felszínt azáltal, hogy a nem használt, nem karbantartott felszín alatti járatok egyszerűen beszakadtak, és ezáltal az egész medves fensík területén gyakorlatilag találhatunk ilyen, hát első ránézésre megmagyarázhatatlan eredetű árkokat. Na hát ezek mind beszakadt bányajáratok, hát a legszembetűnőbb az a szilváskőnél, a legszembetűnőbb ilyen beszakadások a szilváskőnél találhatók, ott tavaly jártunk is, akit esetleg érdekel, nézze meg a Mágneses hegy című videót, tehát a szénbányák így formálták át a tájat, a bazalt bányák pedig ugye egyrészt a kitermelt bazalt, az már nincs ott, tehát az is egy tájformáló folyamat, másrészt pedig a hatalmas meddőhányók, amik a bányák mellett ott maradtak. Hát ugye ma már kullancs legyek, ma is elkísérnek, nem csak az első epizód, ma elnézést, le kell szednem, mert még jobban rám csimpaszkodik. Hát egyszerűen nem lehet. Kullancs legyek sajátja, hogy nem lehet őket leszedni, nem lehet ők megszabadulni. Na tehát, bányászati tevékenység medves fensíkon már teljesen befejeződött, úgyhogy a természet kezdi visszahódítani a tájat. Hát ettől függetlenül avatott szemlélődő azért észreveti az előbb említett nem természetes formákat. Nos, miután túl vagyunk a Bazsi túrák leghosszabb bevezető szövegén, hát elnézést érte, jöjjön az intro, és folytassuk innen tovább. Kezdjük is rögtön egy bányával.
egy bazalt bányával. Itt szoros egymás utánban 5 bányaudvar található. Ez itt az úgynevezett új bánya. Hát sok minden már nem kiveltő belőle, ott azért látható, hogy van némi szintkülönbség. A természet már ezt is visszahódította. A zöld tanösvény jelzésen haladunk, esetleg valakit érdekel. És hol megy itt az út? Ja, itt le! Na jó, hát akkor lemegyünk a bányaudvarba, nagyszerű. Itt vagyunk az új bánya bányaudvarában. Milyen mentolos illat van itt. Hát gondolom valami növény. Itt a falakon látszik, hogy ez nem a legjobb minőségű bazalt. Hát nem véletlenül csak ekkora ez a bánya, különben jóval nagyobb lenne valószínűleg. Az említett 5 bányaudvar pedig, hát ugye ez az új bánya, következő a kis bánya, aztán utána közép bánya, Margit bánya, majd végül a nagy bánya következik. Közép bánya ezek közül a leghíresebb, ugyanis az egy kis bányatavat is tartalmaz. De nagyon kíváncsi vagyok rá, ugyanis ott még nem jártam, sőt, hát itt se, meg a többi bányaudvarba se, de az érdekel a legjobban engem is, ez a kis bányató. Új bánya volt egyébként itt, hát nevéből fakadóan is a legfiatalabb bánya. Az 1930-as években nyitották, és 20 éven át művelték, viszont volt egy elég nagy probléma vele. A beszivárgó talaj vízrendszeresen elöntötte. 1941-ben például 5 méter mély víz borította a bányaudvart, úgyhogy akár itt is lehetne egy bányató. Most következik a kis bánya, ami hát térképen szemlélve nem olyan kicsi. Ahogy az előző epizódban, úgy most is, a sárga mindenféle árnyalatában pompázó erdőkön áthaladunk. Hát most kicsit itt fürészelgetnek, de ezt leszámítva minden frankó továbbra is. A front az kedden jön, úgyhogy most az egész hosszú hétvégén, ugye október 30-a van, egész hosszú hétvégén ilyen frankó napsütéses idő lesz. Pont jó túra filmezni. Meg is érkeztünk a kis bányába, és az előbb elfelejtettem említeni, hogy ezeknek a bányaudvaroknak van egy egységes nevük. Ezek az eresztvényi bazaltbányák, amelyek, hát az előző epizódban említettem, hogy a néhol 100 méter vastagságot is elérő bazalt réteget
fejtik. Bár amennyire én tudom, hát 100 méteres egyik sincs, egyik bányaudvar sincs, ez az azért elég hatalmas lenne. Hát próbálták nyilván a jó minőségű bazaltot bányászni, az meg nem mindenhol van, tehát nem egységes a bazalt minősége. De hát ez már egy külön szakma, ezt felkutatni. A kisbánya egyébként nevét meghazudtolva a második legnagyobb területű bazaltbánya volt. A Medves-fennsík magyar részre eső területein 2,7 millió tonna bazaltot termeltek ki innen. Ja, itt ez a nagy halom, ez is egy hatalmas meddőhányó, tehát ezekről is beszéltem már. Na és akkor most következik a középbánya, illetve a középbánya tó. Hamarosan meg is érkezünk, közben tőlünk balra már látható, hogy ez már a tulajdonképpeni bányaudvar, ahol most sétálunk. Azt a mindenit. Hát ugye Magyarországon van még egy-két ilyen jellegű tó, tehát nem ez az egyetlen. De azt kell mondjam már így messziről is, hogy ez elég baró. Hú, és ott végig föl lehet menni. Azt a... Nem biztos, hogy arra lesz időnk, majd meglátjuk. Bár jó lenne fentről is megnézni, nem? Fúha! Középbánya. Szép. Ez az egyik legrégebbi bánya Medvesen. Az 1800-as évek végén nyitották, és egészen a 70-es évekig üzemelt. Annak idején kisvasúttal szállították innen a kitermelt bazaltot. Hát erről a kisvasútról a mai nap folyamán még lesz szó. Fú, de menő. Tovább haladva a Margit bánya felé felelhetjük az úgynevezett Ritzer házak maradványait. Hát a ritzerek, a magyarul kővágók, vagy hát a bánya munkások, akik faragták a követ. Ugye ide feljutni napi szinten, hát mondanom sem kell, elég bonyolult lett volna, főleg abban az időben, tehát egy jó 100 évvel ezelőtt. Úgyhogy itt egy saját kis kolóniát hoztak létre itt a Medves-fennsíkon, itt a bányák környékén, és itt laktak a munkások, és azt hiszem heti váltásban cserélték egymást, vagy 10 napot dolgoztak, és akkor utána volt csere. Na mindegy, az a lényeg, hogy huzamosabb időt töltöttek itt, aztán pedig jött a váltás. Hát ezek a házak meglehetősen puritán felszereltségűek voltak, tehát csak kályha, fekhely, asztal, szék és egy kis mosdóvíz volt bennük általában. Hát ugye folyóvíz nem nagyon volt, azt is úgy kellett ide felhordani valamelyik forrásból, vagy forrástól, tehát még az sem volt. És már itt is vagyunk a Margit bányában. Ennek a történetéről nem sokat tudni. 30-as években még nem jelezték leírások. 60-as években viszont már állítólag a térképeken meg lehetett találni. Szóval nem kizárt, hogy a 30-as években is létezett, vagy még előbb. Nem tudni sajnos.
újabb romocskat, valószínűleg ez is egy ricserház. Na ebbe most be is nézünk. Iha. Hát ez valóban nem volt túl nagy. Hát, ahogy itt képzelem, egy ágy, egy asztal, és egy kályha, vagy éppen fordított sorrendben, teljesen mindegy. De ott látok valami szenes beton félét, szóval nem kizárt, hogy ott volt a kályha. Hát igen. Hűha! Mondjuk ez alatt nem a legbiztonságosabb a közlekedés, de talán nem abban az egy másodpercben fog leszakadni, míg átmegyünk rajta. Na de ha már bazaltbányák, illetve pillanat előbb kiderítjük, hogy hol az út itt. Tehát, hogy ezt a sok bazaltbányát bezárták, akkor mégis honnan van bazaltunk? Hát ezt is több videóban már említettem, hogy Közép-Európa legnagyobb, vagy egyik legnagyobb bazaltbányájából, az uzsai bazaltbányából elégítődik ki a magyarországi bazalt igény. Meg hát nyilván külföldről is importálunk, gondolom én. Az uzsai bazaltbánya ott a Kesztei hegység mellett gyakorlatilag, azt hiszem az a rész már a déli Bakonyhoz tartozik, ebben nem vagyok biztos, de még az is lehet, hogy a Kesztei hegységhez. Hát ez jó kérdés, nem tudom, hogy ott pontosan a határvonal hol húzódik. Kis műhelytitok, de elárulhatom, mert ilyen egyébként soha nem fordult még elő. Otthon hagytam a jegyzetemet, legalábbis ami a mai epizódra, tehát a én szempontomból nézve a túra délutáni szakaszára vonatkozott, hát nemes egyszerűséggel ott hagytam a szálláson. Szóval, hát nézz el mindenki, most csak így emlékezetből nyomom, meg amit gyorsan elolvasok az ismertető táblákon, azt tudom csak elmondani. Hát, nem tudom, mi van velem. Elhagytam ugye a mikrofon szélfogóját is, és még a jegyzetem sincs itt. Hát, nem az én napom, de innen szép nyerni, és valami jót kihozni belőle. A nagy bánya következik, és ez már innen nézve is egész tisztességes méretű. Szóval, így név alapján azt gondolnám, hogy itt a környéken ez a legnagyobb. Illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy a medves fennsík magyar területre eső részén a legnagyobb. Itt, ha minden igaz, lesz egy kis kilátópont. Ez itt, ez a kilátópont. Érdekes. Hát nyilván, hogyha oda kimászunk, amit nem javaslok senkinek, akkor van kilátás, de hát tulajdonképpen semmi extra. És most nem megbántva az eresztvényi bazaltbányákat, de mondjuk, hogyha Balaton felvidéken valaki ellátogat, mondjuk a Halápra, akkor hát ennél különb bányaudvart láthat. Vagy ha esetleg, bár az hát papíron nem látogatható, a Hajagosi bazaltbánya, na ott még különbbe, így helyes, nem? Tehát még különbbe bányaudvart láthat, bár hát még egyszer mondom, azért ez se gyenge. Egy érdekes info a bazaltról, amit eddig én sem tudtam, hogy ugye viszonylag gyorsan kihűlt ez a kőzet, miután felszínre került, viszont ennek következtében kevés benne a szemmel látható kristály, ami azért probléma, mivel a bazalt tartóságát a nefelin kristály tartalom határozza meg,
És ezt közvetlenül bányászat után, pont azért, mivel nem figyelhetők meg a bazaltban kristályok, lehetetlen volt megállapítani, hogy mennyi és milyen eloszlásban található nefelin kristály a bazaltban, ezért aztán előfordult az, hogy felhasználták a kibányászott aszfaltot mondjuk útburkolatként, és pár éven belül az tönkrement, mert nem volt elég nefelin kristály a bazaltban, ami ellenállóvá tette volna az időjárási viszontagságok ellen. Ehhez kapcsolódó másik érdekesség, hogy ma, hogyha egy ehhez hasonló bánya udvarba járunk, akkor hát azt gondolhatjuk, én legalábbis azt gondolom magamról, hogy viszonylag könnyen megállapítom, hogy melyik a jó minőségű bazalt. Viszont ez annak a következménye, hogy ezek a bányafalak már több évtizede szabad levegőn vannak, kitéve a napsugárzásnak és az időjárási körülményeknek, és több évtized alatt bizony a felszínük, tehát a bazalt felszíne meglehetősen nagy átalakulásra képes. Tehát könnyen lehet, hogy amikor fejtették, még teljesen jó minőségűnek tűnt az a bazalt, de most, nem tudom, hogy 40-50 évvel később, ahogy a nap megsütötte, ugye hívják ezt napszúrásos bazaltnak is, ami így a napsugárzás hatás erején lyukacsos lesz és szétmálik, az előbb is erről beszéltem tulajdonképpen. Tehát az akkor még nem látszik, viszont most már, ennyi évtized után szabad szemmel is jól látható, hogy melyik a, hát a viszonylag jó bazalt, és melyik a rossz, használhatatlan. Na, érdekes. Na, ez mondjuk nem volt benne a jegyzetemben, azt itt olvastam, de hát ezért jók a tanösmények. Na, itt egy kis réteg tanulmány. Legalul a bazalt rétegeknél körülbelül 15 millió évvel idősebb homokréteg látható. Itt fölötte ez a szemcsés réteg pedig az úgynevezett kristálytufa, hiszen ilyen 5-10-15 mm-es olivin kristályokat tartalmaz, és fölötte pedig maga a bazalt ömlés. Hát itt is jól látható, amire az előbb beszéltem, ez az úgynevezett napszúrásos bazalt, itt jól látható. Nagybánya egész sokáig használatban volt, hiszen egészen az 1980-as évek közepéig működött. Annak idején még Bécsbe, sőt Párizsba, vagy hát jobban van, Bécsig, illetve Párizsig eljutott az innen származó kockakő, vagy hát macskakő. És működése során körülbelül 3 millió tonna bazaltot bányáztak ki innen. Most gondolkodom azon, hogy a Badacsonyon ez hogy nézett ki, ugye ott is szó volt erről az egyik videómban, nem emlékszem, de valamiért 6 millió tonna rémlik. Hát mondjuk az is hatalmas egy bányaudvar, ráadásul jóval magasabb a bányafal, szóval simán lehet a 6 millió tonna, ez itt 3 millió volt. Hoppá, előttünk a távolban Salgóvára, újra előbukkant, hát most már északról nézünk rá, nem délről, ugye a Boszorkánykő a túloldalán van, és gyakorlatilag abba az irányba indultunk el a várból, és leereszkedtünk Zagyva völgyébe, fel a medves fensíkra, tettünk egy nagy kört, és most itt vagyunk. Következő, hát nem mondom, hogy állomásunk, meg talán látnivalónak se mondhatni, bár annak talán, tehát következő látnivalónk eresztvény. Annak idején a környékbeli bányáknak ez volt a központja. Idáig hordták le a bazaltot, majd pedig az eresztvényen áthaladó iparvasúton szállították tovább Somoskő Újfaluba, és ott volt az átrakodó, a normál nyomtávú vasútra.
Itt teresztményen található továbbá Európa első határokon átívelő geoparkjának a központja, a Nógrád Geopark központja. Hát ajánlom megtekintésre. Bár, ahogy nekem most itt kitűnik a távolból, valami zsibbásár van itt éppen, vagy hát nem zsibbásár, de tele van gyerekkel. Viszont egy csendesebb időszakban érdekes célpont lehet. Hű, mennyi ember! Hű, mennyi gyerek! Iha. Madárpark, hát lehet, hogy nem az ősz vége a legjobb madár megfigyelésre. Már ki tudja, nem vagyok madarász, vagy ornitológus. Igazából csak azért jöttünk be, hogy ezt a rozsda színű erdőt megnézzük. No, hát van itt medve is, kicsit szégyellősen áll. No, itt egy kapu, nehogy a madarak megszökjenek. Ja, vadkárok elkerülése véget, tehát innen nem kifelé szöknek állatok, hanem befelé. Minden évben ilyen szép az ősz? Vagy csak idén úgy valamiért jobban feltűnik, mint máskor? Ne se tudja. Elvileg minden évben ilyennek kell lenni, csak nem biztos, hogy mindig ilyen jó idő van hozzá. Azért ahhoz, hogy ilyen színben pompázzon a fák lombkoronája, az is kell, hogy a nap zavartalanul süssé őket, mármint hát nyilván most így, ugye se felhő semmi, süti őket a nap, azért van ilyen szép színük. Itt most azért nem mondok semmit, mert már nincsenek szavak. Erre már nincsenek szavak. Erre a látványra. Mostantól jó néhány kilométeren át itt az egykori kőszállító kisvasút nyomvonalán fogunk haladni, ugyanis az egykori kőszállító kisvasút nyomvonalán, ma turista út vezet, nagyon menő, viszont a kisvasút történelméből, vagy történetéből azért van néhány érdekes, sőt, tragikus fejezet, úgyhogy ezeken majd szépen végigmegyünk útközben. Az itt futó kisvasutat az 1870-es években építhették a környéken lévő szénbányák kiszolgálására, ugyanis több is volt itt, nem csak az előző epizódban említett István táró, teresztmény közelében van az emléktáró, illetve van még néhány szénbánya itt a medves fensíkon, tehát ezek kiszolgálására jött létre a kisvasút, amelyet aztán később felszámoltak. Viszont a bazalt kitermelés megkezdése után újra felmerült, hogy hát bizony mégiscsak kéne ez a kisvasút, úgyhogy újra megépítették, újra üzembe helyezték, úgyhogy az 1910-es évektől főleg már bazalt szállítására használták. Mellékvonalakkal együtt körülbelül 8 kilométeres volt ez a vonal, és egészen a Macskajuki, ez már Szlovákiában van, Macskajuki kőbányától egészen Somoskő Újfalusig kanyargott itt a medves fensíkon, érintve a ma már látható, vagy látott bányák nagy részét is, illetve hát azok közelében
haladt el a vonal. Az iparvasúton végül 1963. január 1-jével szűnt meg végleg a forgalom. Egy ideig tervben volt az idegenforgalmi hasznosítása, csak ez aztán elmaradt. És akkor jöjjön egy érdekes tény a vonalról, ez még nem a megrázó tény, ez még csak érdekes, bár átélni lehet, hogy megrázó volt, de mindegy, így visszatekintve már csak érdekességként hivatkozzunk rá. 1948 nyarán itt a vonalon elkövettek egy vadnyugati vonatrablást, ugyanis eltollaszolták a sineket, és így a bányákban dolgozó munkások fizetését, havi fizetését szállító szerelvényt megállították, és kirabolták körülbelül 105 000 forintot. Zsákmányoltak az elkövetők. Az előző epizódban talán említettem, hogy majd kitérünk rá, hogy hogyan kaptuk vissza Somoskőújfalut. Ugye Somoskőújfalut és Somoskővárát trianoni döntés értelmében Csehszlovákia kapta meg, hát teljesen érthetetlen módon, de mindegy, most nem menjünk bele. Viszont a környéken található bazaltbányák a magyar félnek, hát igen, csak fontosak voltak, úgyhogy határkiigazítási kérelmet nyújtottunk be, ami csodák csodájára sikerrel járt, de ehhez kellett dr. Krepuska Géza, gégész professzor és lokálpatrióta, illetve társai, illetve kellett hozzá még egy francia vagy angol, hát ez nem teljesen tisztázott, antantiszt, aki tulajdonképpen közben járt a mi ügyünkben, de ő is azért járt közben, mivel Krepuska Géza egy életmentő műtétet hajtott rajta végre, és hát hálája jeléül, hát nem tudom, valahogy megoldotta okosban, nyilván a részleteket nem ismerjük, de az a lényeg, hogy 1924. február 15-én hivatalosan is visszakaptuk Somoskőújfalut, bár igaz, Somoskővárát nem, de hát ne legyünk telhetetlenek. Továbbra is a kisvasút nyomvonalán természetesen most még jó ideig, és hamarosan elérkezünk a kisvasút történetének legtragikusabb eseményének a helyszínére, amiből már sok nem maradt, mármint a helyszínen nem ismerhető fel, hogy ott volt valami, de volt valami, és majd el is mondom, hogy mi, és azt is elmondom, hogy mi történt vele. A turista jelzésről egy adott ponton le kell térnünk, hogy megtaláljuk a vasút történetének legtragikusabb eseményének a helyszínét. Talán itt látható mögöttem, mellettem, illetve megint mögöttem, ez a vasútnak az eredeti nyomvonala, és erre vezet, és mindjárt megmondom, illetve megmutatom, hogy hova vezet, és mi van ott. A mi van ott kérdésre egyszerű a válasz, semmi. Ugyanis, ha itt végigjövünk, egyszerűen véget ér a töltés. Viszont akkor mi történt itt? Ezt szerintem majd onnan lentről magyarázom el. Ezen a helyen, és az előbb ott voltunk fent a töltés tetején, tehát ezen a helyen egy 24 méter hosszú és 12 méter magas völgyhíd vagy viadukt állt. A töltés másik vége, vagy hát a folytatása az ott vanni. Három pilléren támaszkodott maga a viadukt, hát jól látható, ezt a vízmosást ívelte át egészen 1930-ig, amikor is egy rajta éppen át robogó kőszállító szerelmény súlya alatt egész egyszerűen összerogyott a középső pillér, és a mélybe zuhant az egész
híd szerelvényestől egy ember halálát, és két embernél súlyos sérülést okozva. Aztán később a hidat nem építették újjá, hanem az itt mögöttünk látható, hát egy jó 20 méterrel arrébb látható vonalra, vagy hát helyre helyezték át a vonalat. A tragédiát egyébként az okozta, hogy a középső pillér ugye összeomlott, de miért omlott össze? Hát azért omlott össze, mivel üregesek voltak a pillérek, tehát négy fal képezte a pilléreket, nem tömör pillérek voltak, és nem is ekkora súlyra voltak méretezve, amilyen súlyra használták őket, és hát nemes egyszerűséggel a súly alatt szétrázódott maga a pillérnek a fala, ez okozta ezt a tragédiát. Hát érdekes hely egyébként, most ha így nem ismerik ezt a történetet, akkor valószínűleg föl sem tűnik, hogy ott egy töltés, és itt egy töltés, és vajon mi lehetett a kettő között, vagy hogy az egyáltalán töltés volt. De érdekes sztori. A hídnak egyébként, hát én legalábbis nem látom nyomát, úgyhogy valószínűleg elhordták az egészet. Olvastam olyat a híddal kapcsolatban, hogy amúgy a terepviszonyok nem indokolták, viszont hogyha elnézünk itt az új nyomvonalon túlra, akkor bizony indokolják, vagy hát indokolták, vagy indokolhatták, hiszen utána is meg lehetett ezt a szintkülönbséget egy töltéssel oldani, valószínűleg akkor is meg lehetett volna, de valahogy kézenfekvőbbnek gondolták a viadukt kialakítását. Hát érdekes. Ma ugye ez a vízmosás egész hosszan folytatódik ott abba az irányba. Viszont ami most jön, az az eresztményi kisvasút, eresztményi iparvasút legnagyobb, majdnem azt mondtam, eresztménye, legnagyobb eresztése. Ez a 146 méter hosszú alagút, hát szintén a vasút számára építették, ez még nem omlott össze, talán nem is fog, és nagyon jó móka átsétálni rajta, ugyanis tök sötét van benne. De legalább kipróbáljuk a GoPro új fényét, hogy szuperál tök sötétben. Egész jó, bár hoppa, attól még felvétel biztos szar lesz. Érdekes az alagút oldala, és ezt nem tudom eldönteni, hogy most ilyen mesterséges valami rákenték kőzetre, vagy ez eleve ilyen, csak úgy kifaragták. Hát mondjuk itt úgy néz ki, mint hogyha kifaragták volna. Ez ilyen, nem is tudom, ilyen, hát ez csak nem is tufa, olyan kicsit van, mint hogyha lösz lenne. De benne meg ilyen bazalt darabkák vannak, hát érdekes. Na jó. Iha. Elég húzatos az alagút. Az alap lehet, hogy barlangot mondtam, vagy nem. Végül is mindegy, mindenki tudja, hogy alagút. Érdekes, hogy ott teljes a bolt ív, itt meg hát vagy nem volt, vagy leomlott. Furcsa. Ott is van másik nadrágotok. Ott is ennek. Sziasztok! Egyedül! Na, kislány még nem volt alagútban,
Mekkora élmény. Itt megint teljes a boltív. Hát, ha valaki esetleg tudja, hogy ott miért hiányzik, sőt, itt, ahogy látom, rendes beton. Tehát, aki tudja, hogy miért hiányzik az alagút túlsó végéről, az nyugodtan írja meg. Meg itt a fala is végig ki van rakva kővel. Jó világ itt ez a GoPro-s fény. Tényleg ez konkrétan lösz. Hopp. Pillangót ne zavarjuk meg. Hát ez igen. Lösz vagy valami nagyon hasonló. Az eredeti tervek szerint sárga sávjelzésen haladunk tovább, egészen a tatárárok tetejéig, és a tatárárok mentén ereszkedünk le, csak most a másik oldalán, mint ahogy feljöttünk. Viszont lehet, hogy rövidíteni fogok egy jelenetlen úton, hogy ne kelljen újra 500 méter fölé felkapaszkodni, hát most mondjuk 400-on kb. Bár ezek a jelenetlen utakon való rövidítések, levágások nem mindig sülnek el jól. Csak majd meglátjuk. Hé, mi ez a? Mi ez a kék sáv? Hát itt elvileg... Látja mindenki? Hát ez elvileg egy jelzetlen út. Kék sáv. Itt? Na mindegy. Lényeg, hogy járható. És kíváncsi vagyok, hogy lesz-e még olyan kék sávjelzés, vagy csak valaki szórakozott. Ezt nem biztos, hogy így tanítják jelzésfestő tanfolyamon. Kicsit megfolyt a festék. Egy jelöletlen kék sáv, térképen jelöletlen. És a valóságban itt vannak a kék jelzések. Hát erre is most azt tudom mondani, hogy aki esetleg tudja, hogy milyen helyzet ezekkel, az nyugodtan írja meg, bár ahogy föl vannak festve, egyszerűen tényleg olyan, mintha ilyen... Tehát bénán vannak felfestve, ez a lényeg. Nem így kellene kinézni egy jelzésnek. És az összes ilyen, az összes meg van folyva, el van cseszve. De szép színek vannak. Ez már valószínűleg a tatárárok egyik oldalvölgye. Az is már csak egy száraz árok, víz nincs benne. A maximum gondolom nagy esőzések után. Most már egyáltalán nem abba az irányba haladunk, amerre szerettem volna. Hát igen, aki nincs otthon annyira a tájékozódásban, az hát ezért se térje le a kijelölt utakról. Ugyanis a jelöletlen utak meg könnyen megszűhetnek, vagy semmibe veszhetnek. Most itt a kék sávjelzés sincs már fenn. Lehet, hogy arról is észrevétlenül lekanyarodtam. A tatárárok most velünk párhuzamosan halad, valahol ott a messzeségben. De tulajdonképpen az irány az jó, csak nem tudom, hogyan fogok én odaérni, ahova akarok. És akkor ott megint ott odébb ott van a kék sáv. Igen. Jó, hát ezen itt mindenképp át kellett volna jönni ezen a nyiladékon, az oké, az megvan. De mindegy, megyünk tovább aztán. Hát szerintem hova máshova vezetne ez a kék sáv, mint Salgótarjára. És akkor tulajdonképpen már jók vagyunk. Bár ha itt lesz egy út balra, akkor mi elfordulunk balra. És akkor... Na, talán nem tudom mennyire. Várjunk csak. Tehát, nagyjából kivehető, hogy gyakorlatilag párhuzamosan haladunk a tatárárokkal. Hát nem párhuzamosan akartam, egyenesen neki. Csak az nem jött össze. És
Úgyhogy most megyünk vele párhuzamosan, és reméljük, hogy ez az út nem fog markánsan jobbra tartani, mert akkor tényleg nem odaérünk, ahova szerettem volna. De a végére izgalmas lesz a túra. Nem tudjuk, hogy egyáltalán a végére érünk-e. Remélem, mindenki tűkönül, és vért izzad, hogy Bazsi kikeveredjen innen az erdőből még az éj leszállta előtt, mert hát akkor jönnek a medvék és megeszik. Időközben az út az átváltott ilyen nagyon gyanúsan járatlanná, úgyhogy hát sok támpont nincs, viszont annyi biztos, hogy itt alattunk az a meredély, az a tatárároknak az oldala. Hát, mindegy, majd lekeveredünk oda valahogy, vagy ha nem, akkor itt haladunk fenn az oldalában. Ú, Istenem, ha annyi millióm lenne, vagy nem, hát ha csak annyi ezresem lenne, ahány kullancs lejet már kivakartam a nyakamból, a pólóm alól, akkor már milliómos lennék. Nincs út, egyáltalán nincs. Ezt nem nevezhetjük útnak, itt csak úgy megyek. Úgy érzésből, de út az nincs. Most azon gondolkodom, hogy hát nyilván, hogy mit évből legyek. Itt kezd egyre bozótosabb lenni, úgyhogy itt nem lehet tovább menni, az egyszer biztos. Szóval azt fogjuk csinálni, hogy kicsit visszamegyünk visszafele, és megpróbálunk leereszkedni a tatárvölgybe, mert mint említettem, itt van alattunk, hát valahogy csak sikerülni fog. És szerencsére még van időnk, még egy óráig biztos jó világos van, hát egy óra nem kell, hogy leérjünk a völgyig, az biztos, hogy az árokig. Találtam egy ilyen kis mellékvölgyet, ilyen mellékszáraz árkot, ez valószínűleg elvezet minket a tatárárokig. Persze ez nem kellett egy nagy tudomány, úgyhogy ez most ne tapsolja meg senki. Józan parasztész, az kell csak hozzá. Hát persze abban továbbra is csak bízni lehet, hogy nem válik járhatatlanná az árok egy bizonyos ponton, de talán nem. Illetve még az is kérdés, hogy nem lesz-e egy hirtelen nagy szintkülönbség, amit egyszerűen nem tudok áthidalni. Azért leesni nem kéne sehonnan. Mag seggen csúszni, az még belefér, főleg ilyen avaros talajon. Na, hú, hát ott lenne azért lesz meredély. De majd valamit kitalálunk ott is. Ezek a kullancslejek. Na, jó lesz. Persze, ami ott nem van előttünk a mélyben, az még mindig lehet, hogy nem a tatárárok, hanem az is a tatárároknak egy mellékvölgye. Na tessék, itt egy újabb jelzés ezen a fán, de nem is a zöld sáv, meg nem is a zöld kereszt, amit tulajdonképpen kerestem, hanem egy semmilyen, át van festve fehérre. Azt hittem, lesz egy jelzés. Viszont itt határozottan megy egy út, de ez még mindig nem a tatárárok, viszont nagyon szép. Onnan jön az út, és lehet, hogy erről az útról tértem le véletlenül. Na mindegy, ez itt hűha, azt a mindenit. Hát nem is baj, hogy ide keveredtünk. Elég ütős. Fú, micsoda hely, és az az érdekes, hogy ott lent is van egy jelzés, de az is, hogyha fehérre át lenne festve. Tök érdekes. De mindegy, most már megmaradunk, viszont itt most balra. Az azt jelenti, hogy
itt le, és akkor ott. Kíváncsi vagyok. Hát ez már abszolút a vadon. Micsoda bükkfa, te jó Isten, az honnan dőlt ki? Hát nem onnan, rögtön a helyéről, de följebb se látszik a helye. Na mindegy, megnézzük közelebbről. Oké, ez onnan hasadt le, az oké. Viszont ez... Innen? Innen így? Ja igen, végülis elképzelhető, sőt, biztos. Hú, ez a levélhullás, hát ezzel nem bírok betelni, nem tudom a képernyőn mennyire látszik. Nagyon király, közben az egész film szerintem arról fog szólni, hogy én hüledezek az őszi erdőn, mikor már rég vége lehetne, már rég visszaérhettem volna. Na jó, még nem, még azért lett volna, de... De hát azért... Nekem nagyon tetszik. Nincs mit tenni. Ha minden igaz, most a következő az már tényleg a mi árkunk lesz. Ugyanis, hát egyrészt bízom benne, hogy ott nem kell fölmenni, másrészt pedig az órám tanúsága szerint is itt vagyunk. Ugye az első epizódban ott azon az oldalon mentünk fel, de én azt mondom, hogy ez a zöld kereszt, ez jobb megoldás, nincs benne annyi szint. Ott ilyen kicsit ilyen hullámvasút volt. Ez a zöld kereszt, ez kényelmesebb. A tatárárok meglelése persze egyúttal nem csak a megmenekülésünket jelenti, hanem azt is, hogy hamarosan véget ér a túra, hiszen most már nagyon közel van Salgótarján, úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni, kövessetek Facebookon, és csatlakozzatok a Bazsitúrák közösséghez, ahol nem csak saját túra élményeiteket osztatjátok meg, hanem ötleteket meríthettek másoktól is. Szevasztok!